Néhányan talán emlékeznek még gyerekkorunk golyós számoló eszközére, az abakuszra. Az összeadást és kivonást még a legkisebbek is gyorsan és egyszerűen el tudták rajta végezni. Oroszországban a közelmúltig ezek a golyós számológépek helyettesítették az elektromos pénztárgépeket az áruházakban. Magyarországon pedig egyes tehetségfejlesztő iskolákban a japán változatával, a szorobánnal tanulnak a gyerekek számolni. Fejleszti az agyközpontokat és az összetett számtan feladatokat a számológépnél is rövidebb idő alatt tudják rajta kiszámolni. Egy szerbiai magániskolában is ilyen számolóeszközökön tanítják a kisdiákokat a matematikára. Visszamenőleg 2 éve több ezer bükkfából készült darabot rendeltek egy szabadkai fa megmunkáló műhelyben, amelynek marógépje is van. A megrendelés szerint 5 évig több ezer darabot kell minden évben az iskola kezdésig legyártani, így Matijevics Ármin, a műhely tulajdonosa, már a nyári hónapokban elkezdi, hogy időben elkészüljön vele. Nagyon könnyen, nagyon gyorsan lehet velük számolni, miután megtanulják a gyerekek. Tehát lehet vele jobbról, balról indulni, minden irányból el lehet vele kezdeni számolgatni. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, törtvonás, gyökvonásokat tud vele számolni. 2 évig tanulják a gyerekek ezzel a számolást, és nem csak a számolásra nagyon jó, én azt is hallottam, hogy maga a gyerek, a fejlődő képes gyerekről beszélünk, iskolás gyerekről beszélünk, maga a gondolkozása is máshogy kezd el gondolkodni, tehát az agy hullámai, az agy gondolkozás működése más módon fog kifejlődni, hogyha ilyen fajta számolással fog megtanulni gondolkodni. Mivel sorozatgyártásról van szó, Árminnak ki kellett dolgoznia a CNC gép sablonos mozgását, ami által a lapokból kivágja a számolók kereteit. Mi nekünk naponta 80-90 darabot meg kellett csinálni, ahhoz, hogy megéri a termelést folytatni. Továbbá maga a lukak kifúrása az is egy igen érdekes kihívás elé állított, még a legelső darabokat CNC géppel furkáltuk és forgatnunk kellett. Igen problémás volt, mert hogyha forgatásnál nem jól tettük vissza, akkor már a pálcikák nem álltak egyenesen, és a két úgymond görgő golyó között a távolság nagyon kicsike, és hogyha bármilyen eltérés van, akár tizedes nagyságrendről beszélek, akkor az már szemet szúr, hogy nem ugyanaz a távolság, vagy ne adj Isten, még bele is ütközhet, hogyha már milliméteres eltérés van, akkor a két golyó egymáshoz beütközhet, és akkor már nem jó tulajdonképpen a termék el lehet dobni, mert akkor nem lehet vele számolni. De most már ezeket sablonon, tehát egy komoly sablonrendszert kell kiépíteni, hogy ezeknek a furkálása pontosabb legyen, és hogy gyorsabb legyen. A gép 1 óra 15 perc alatt 12 keretet vág ki 4 sorban egy labból, mondja Ármin. A formát a CNC gép adja, ő a lelke az egész munka folyamatnak. De nekünk maga a keret az, ami tulajdonképpen kell, és utána fogjuk, furkáljuk, és utána merevítjük az oldalát, csiszolgatjuk, és tulajdonképpen ezután már jöhet az a fázis, hogy lehet a golyókat beletenni magába a számolóba. A gép mozgását irányító számítógépes nyelvet, a kódokat, amikkel a munkafolyamatot gépi nyelvre fordítja, és ami alapján a gép tudja, hogy mit kell tennie, Ármin határozza meg. Erre pedig a sok éves gyakorlat és a tapasztalat tanította. A főiskolán ezt mindössze 1,5 évet tanulták, általános információk formájában. Ezeket én, hát úgymond magamtól tanultam meg az internet segítségével, tehát több évi munkám van ebbe benne, hogy nagyjából rájöttem, hogy melyik sor mit csinál, milyen utasítások vannak, hogyan kell ezeket látni. Ebbe igazából az élet vezetett rám, amit én látok sok vállalkozásban, hogy nem biztos, hogy tanítják az iskolában, tehát az iskola nem tud mindenre megtanítani, ő csak egy általányt tud adni, tehát egy átlag információval tud ellátni, és utána én, mint ember választom ki, hogy melyik utat akarom csinálni. Ármin pedig meglehetősen tövises utat választott, hogy fa megmunkáló vállalkozása a mostani felszerelt formáig eljusson. Amikor befejezte a gépészeti főiskolát, rögtön jó munkát is kapott Magyarországon, de sajnos a nagy világválság miatt néhány hónap után el is vesztette. Hosszadalmas és sikertelen munkakeresés után úgy látta, saját vállalkozást és saját utat kell kiépítenie. Láttam, hogy tehát
ezt nem csinálhatom akkor, amikor már 50 éves leszek, családom lesz, ne adj Isten, hitelem lesz és megszűnik a munkám, akkor idősebb fejjel tényleg hova fogok kelleni. Szóval akkor láttam, hogy igazából nekem kell valamit kezdeni magammal, tehát nem függhetek mástól. Na most hát kezdőként az ember úgy leült, és akkor néztem, mihez értek. Hát igazából nagy munkatapasztalatom nem volt, tehát semmi. Most én így gyerekként, hobbiként most ilyen hangfalakat építettem. Hát mondom, tudok hangfalat építeni, azt fából kell építeni. Akkor induljunk el azzal. A hangfalas biznisz nem sikerült igazán, de jött egy másik megrendelés, amihez fa megmunkáló CNC gépet kellett beszereznie. Így indult a műhely. Mivel a faipari gépek olcsóbbak a fém megmunkálóknál, így a faiparra összpontosított, és kezdődtek a tanulás, a gyakorlás hosszú évei, míg eljutott odáig, hogy 2016-ban regisztrálta a vállalkozását. A CNC gépeknél a bökkenő már a munkadarab megrajzolásában van, amit térben is látni kell, és előre tudni kell, hogy a végtermék előállítása milyen nehézségekbe ütközhet, mondja Ármin. Nagyon sokat kellett tanulni, nagyon sokat hibáztam, rengeteget hibáztam, azt persze ki kellett fizetni az anyagot, újból még kellett csinálni. Tehát nagyon nehezen ment akkor a szekér, mire nagyon sok mindent megtanultam, rájöttem a buktatókra, és most már ott állok, hogy igazából megéri, de most is, tehát egyes munkákért, amikor elkérek egy bizonyos összeget, akkor az emberek fogják a fejüket, hogy hú, ennyibe kerül. Hát mondom, igen, ennyibe kerül, de itt tegnap volt az informatikus, ma a tervező számítógépnél az egyik program nem jól működik. Próbálgattuk, nem tudtuk beállítani, és akkor mondtam, hogy legyen az, hogy amikor befejezik bizonyos munkákat, elviszi, és ő újba telepít az egészet. Tehát ez mind pénz, meg idő, amit az emberek nem látnak. Az idén a műhelye a Prosperitáti Alapítvány pályázata által egy komoly konstrukcióval rendelkező, egyedi megmunkálású számítógéppel vezérelt CNC maróval gyarapodott, ami nagyobb szerszámok alkalmazását is lehetővé teszi, és ezáltal Ármin nagyobb megrendeléseket is vállalhat. Faragott bútorészeket, szék- és asztallábakat, mintás ajtóbetéteket. Most éppen egy céges névjegyet besütő részszerszámon dolgozik, mert ezzel a géppel még alumíniumba és részbe is marhat. Asztalosok jönnek olyan munkákkal, amiket ők nem tudnak, vagy nehezen tudnak megcsinálni, vagy nem éri meg, és azokat mink ezt megcsináljuk. És még abbinyiba is jobb ez a gép, tehát hogy most már a munkatere is sokkal nagyobb. Eddig nekem a legnagyobb munkaterű az méterszer, méter 20 volt, és nagyon sok problémám volt, mindig forgatni kellett a munkadarabot, rengeteg időt elvett. Ez a gép már méterszer, 3 méteres munkadarabot képes megmunkálni, tehát ezzel most el tudtam azt írni a vállalkozásomban, hogy lényegesen gyorsabban tudok dolgozni a beállítás gyorsasága miatt, meg maga azt, hogy a munkadarabot egyszer be tudom fogni és egyszer meg tudom munkálni, nem kell megint kivenni, megforgatni, újból pozícionálni, újból csinálni. Ármin azt mondja, hogy amellett, hogy nem családi vállalkozást vezetett tovább, hanem magának kellett a céget és az egész műhelyt felépítenie, a legnehezebb, hogy mindent magának kellett csinálnia. Én csinálok mindent, tehát a könyveléstől kezdve, az árubeszerzésig, a megrendelő felvételtől, a megmunkálásig, a kivitelezésig, a pénzbehajtásig, mindent én csinálok. Van, hogy jönnek, mennek az emberek, tehát néha találok embert, elmegy ember, vagy önszántából, vagy én küldöm el. Ami a hát ebben a vállalkozásban, hogy mivel én igazából CNC szolgáltatást nyújtok, vagy CNC gyártást nyújtok, nagyon nehéz megfelelő szakember találni, amit én is látok, hogy nehéz, tehát nagyon nehéz. Ennek ellenére optimista, mert eljutott egy olyan szintre, hogy ő és a családja is kényelmesen meg tud élni abból, amit teljesen önerőből épített fel, és most már csak tovább kell fejlesztenie. Az pedig, hogy a következő generációként a gyereke is egyszer majd talán az által alapított vállalkozásban látják a jövőjüket, reménységgel tölti el, és még nagyobb löketet ad Árminnak ahhoz, hogy folytassa azt, amibe magánvállalkozóként belekezdett.